Most nézzük a filmet. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy olyan csodálatos, hatalmas meseház, ahol a szuper összkomfortos babaháztól az óriási Barbie-n keresztül egészen a szuperszónikus, komputeres vezérlésű, beszélő autókig a világ szinte összes játéka megvolt. Akár hiszitek, akár nem, a mese valósággá vált. Budapesten a Szőnyi úton felépült a Gulliver játékpalota. Itt érdekes módon csak bácsik és nénik játszanak a világ legszuperebb játékaival. Honnan varázsolták ide ezt a csodát? A világ minden tájáról kerültek ide a játékok, egészen Magyarországtól, a hazai készítőktől, távol-keletig, vagy a legtávolabbi ponttal, de nagyon sok része Európából. És a márkák is, ugye? Így igaz. Úgyhogy akár egy versenyt is rendezhetnénk, akár gyerekek, akár felnőttek között, hogy mi az a játék, ami itt nem található meg, és biztos vagyok benne, hogy nagyon kevés nyertes lenne itt olyan széles a választ. És aki nyerne, mi lenne a fődíj, melyik a legszebb, legdrágább játék? Hát itt azt hiszem, mindahogy nyereményt nehéz lenne adni, valószínű, hogy nagyon nehéz lenne választani is. Úgyhogy én nekem az lenne a javaslatom, hogy válasszon a itt meglévők közül az, aki nyer egy ilyen felállásban. Na igen, hát ezt most a képernyőről kiválaszthatja, de a boltokban nem mindig lehet ezeket kapni. Hát erre egyetlen egy javaslatom van, hogy ezt a gyerekeknek szánom elsősorban ezt a javaslatot. A könyvényekbeli kereskedőket, mivel őket szolgáljuk ki, mindenképpen próbálj meg rábírni arra, hogy a Szőnyi út 41-be menjenek el a Gulliverhez, mert ott megtalálható minden.